Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Mit főzek című válasz a két számítógép két végén, de egy lakásban. Tóth Zoltán és Kis Katalin köszönti Önöket. Ma egy meghatározott témaköré építjük, amit szerintem minden évben el szoktunk játszani. Ez a Márton napi készülődés. Szerintem érdekes lesz, remélem, hogy Önöknek is tetszeni fog. Szeretnék néhány dolgot a Mártonnapról elmondani. Ugye mindig a legfőbb kutforrásunk az internet, hiszen ha nem is teljesen megbízható mindenben, de ezekben a történelmi kérdésekben, néprajziakban azért elég jó a felhozatal, és érdemes egy kicsit odafigyelni, hogy ki is volt ez a Márton, aki később szent lett. Ez Wikipédia? Ez Wikipédia, igen, de a Magyar Néprajzi Lexikonból is vannak részletek, amiket összefésültem a Wikipédiással. A legenda szerint Márton a Római Birodalom Pannonia tartományában, Szavária városában született. Ez ugye Szombathely, most is sokszor használja a Szombathely különböző rendezvényein a Szavária nevet. Vagy 316-ban, vagy 317-ben született egy római tribunus, tehát egy római előjáró fiaként született meg. A római császár katonája lett, ott szolgált, és elkerült Franciaországban, így mint római katona, és Amiens városában egy hideg téli estén odaadta a meleg köppenyét egy koldusnak. És ezen az éjszakán, valószínűleg azért, mert akkor már kijelölték, és megfelelt a mércének, álmában megjelent Jézus a koldus képében, és innentől kezdve a Márton nem a hadsereget szolgálta, hanem Isten szolgálta, megkeresztelkedett, és misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még életében legendák kerintek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint, mikor ennek hírét vette, az értejövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludakoljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk vernesésével óriási zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben, tehát 51 néhány évesen püspökké szentelték, és haláláig 398-ig Tourban segítette a rászorulókat. Tour ugye Franciaországban van, tehát Magyarországról, illetve az akkori Pannoniáról átkerült Franciaországban. De kultusza Pannonia területén már a honfoglalás előtt is virágzott, tehát mielőtt a magyarok ideértek, Szent István tisztelete jeléül a zászlajára a hadvezér Márton képét festette fel. A hagyomány szerint a szent egy álomban sietett a király és az ország védelmére, így Szent Márton Szűz Mária után az ország patrónusa lett. A pannonhalmi bencés apátság is Márton tiszteletére épült azon a helyen, ahol most is áll, ahol az egyik hagyomány szerint a szent született. A legújabb kutatások szerint viszont minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Márton szülős helye Szavária volt, vagyis Szombathely. Egy másik hagyomány változat szerint a hagyomány a római időkre nyúlik vissza, már Magyarországon. November 11-e a naptárban ősidők óta a téli évnegyed kezdő napja. Megkóstolták az újbort, és a termés is kitartott bőven, így nagy eszemiszomot tartottak, jövőre is jó termés legyen mindenhol. A reformációnak korában is folytatódott a hagyomány, a protestánsok Luther Márton neve napján emelgették ilyenkor a poharaikat. Nagyon ügyesen összekapcsolódott a két ünnep. A Márton napi libalakomáról szóló első írásos beszámoló 1171-ből származik,
Akkoriban ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton napja jelentette a paraszt év végét, a népszakások ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenő időszaka. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket, és hozzá ráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron feldúzzadt hadát a télbe által előtt meg kellett tizedelni. Ez egy elég csúnya hadászati hasonlat, de hát arról volt szó, hogy ugye nem volt már később mivel etetni a madarakat, a házi állatokat, ezért amit lehetett, azt megettek szép sorjában. Ugye a többi hús azért jobban eláll, mint a szárnyasok. No, de ez az én véleményem. Ezen napon kóstolták meg az új bort Magyarországon is, és vágtak le először tömött libákat. Ám ez szokás gyökerei is mélyebbre, az aratási időszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyet a kereszténység így vett át. Tehát Márton jó ember volt, adakozott, védte a szegényeket, kikeresztelkedett, és megmaradt a Márton napi liba ünnep Magyarországon is többek között, nagyon sok helyen a világban természetesen. Na most akkor beszélgessünk az evésről, mert végül is ez egy főzőműsor, úgyhogy egy rendes, komolyabb ebédet vagy vacsorát, ugye illik előétellel, ráadásul először hideg, aztán meleg előétellel kezdeni. Mit javasolsz? Többféle előételre is készültem. Az első, ami talán a legnagyobb ismertségnek örvend, és szinte mindenki szereti, ez a libamáj vagy kacsamáj. Nagyon könnyű a kettőt megkülönböztetni, mert mihelyt meglátjuk az árát, azonnal tudjuk, hogy a liba a drágább, a kacsa az olcsóbb. És ezen belül is vannak árkülönbségek, a hízott liba kacsamáj és a nem hízott, tehát egyszerű liba és kacsamáj között. Pecsenye kacsanya. Ez a máj elkészítést kezdjük azzal, hogy veszünk egy kis tejet, úgy, hogy ellepje a májat. Beletesszük és áztatjuk. Egészen addig áztatjuk, amíg szépen ki nem világosodik a máj. Viszont a tej meg elkezd rózsaszínesedni, mert a májban lévő hajszálerekből kiszivárog a még benne lévő vér. Természetesen vannak, akik nem így csinálják, azonban a zsidó-keresztény hagyományok szerint üdvös a májat tejbe beáztatni. Kérdés, hogy miért nem áztatjuk vízbe? Azért, mert a tej sokkal jobban kioldja, mint a víz, illetőleg jobban is látszik a tejnek a rózsaszínűsödéséből, hogy hogy áll ez a folyamat. Hogy meddig kell áztatni, ez a máj nagyságától függ. Hát minimum 2 órát, de én azt szoktam csinálni, hogy este mielőtt lefekszünk, beáztatom, beteszem a hűtőbe, és reggelre kész van. Ez követi a második lépés. Ha jó sok bőrös háj van a libán vagy a kacsán, főleg a libán ugye nagyon-nagyon sok van, akkor ezeket lemetszegetjük szép fokozatosan, úgy, ahogy bontjuk fel az egész kacsát, illetőleg libát. A lemetszett bőrös hájat beletesszük egy lábosba, aminek feltétlen legyen fedele, és föltöltjük annyi vízzel, hogy félig lepje el a bőrös hájat. Természetesen lehet az üzletbe is venni bőrös és nem bőrös hájat, azonban én azt hiszem, hogyha úgy is rászántuk magunkat egy egész kacsa vagy liba megvásárlására, akkor fölösleges még külön vásárolni.
nagyon fontos dolog, hogy lassan süssük a pöpörtyűt, szép fokozatosan, hát pontos hőmérsékletet ugye nehéz mondani, de olyan 140 fok körül legyen, semmiképpen ne legyen melegebb, mert akkor hirtelen megpörkölődik a külső része, és belül pedig nyers marad. Már mi pedig ugye szép, egyenletes, félkemény töpörtyűket szeretnénk készíteni. Amikor kiszedtük a töpörtyűt, ez olyan világos sárga és középsárga színűek legyenek, nem kell sötét sárgára sütni, főleg nem feketére, mert akkor kidobhatjuk az egészet, és kezdhetjük előről a folyamatot. Kiszedtük tehát a töpörtyűket, én azonnal meg szoktam sózni egy-két falatot, és hirtelen bekapok, ez a szakácsnak a kiváltsága. Ennél jobb egyébként, mint a meleg töpörtyű, hát nem igen tudnak mondani. Egy főleg akinek betonozott nyomra van, ugye? Igen. De azért arra vigyázunk, hogy nagyon meleg a forró, végül is a zsírból van, nagyon meleg. Tehát így van, így van. Azért óvatosan. És én, hogyha én sütöm, akkor én egy kicsit meg szoktam hideg vízzel fröcskölni. A kész töpörtyűt. Akkor kiszedtük a töpörtyűt, elvégeztük az első kóstolást, és már is tehetjük bele a kissé lejjebb kapcsolt forró, immár tiszta kacsa vagy liba zsírba a májat egészben. Nagyon fontos, hogy inkább langyosabban süssük, mint gyorsabban, mert ha gyorsan sütjük, akkor kiolvad a májból a zsír, és hát felére visszasugorodik, vagy még kevesebbre, és kár azért a jó májzsírért, annak a májban van a helye. Hogy pontosan meddig süssük, ezt én egy tűvel szoktam kipróbálni, vagy egy fogpiszkálóval, beleszúrom, és ha könnyen halad benne, mint a kés a vajba, akkor már készen is vagyunk. Benne hagyom a zsírba kihűlni a májat. Ezt követően újabb mutatványok következhetnek. A szakácsok, mint hivatásos főzők, ilyenkor hozzátesznek egy fele annyi disznózsírt a kacsazsírhoz. Tudnélik, a kacsazsír nagyon könnyen megolvad. És amikor az étteremben a hideg kacsa-liba májat felszolgálják, ezt mindig egy kis zsír alapon, tehát kacsa vagy liba zsír alapra helyezik, mire a pincér kiér vele az asztalhoz, addigra megolvad. Ezzel szemben, hogyha feltöltjük a kacsaliba zsírt fél adag disznózsírra, akkor ez nem történhet meg, mert sokkal magasabb az olvadási pontja a zsírnak, a disznózsírnak, mint a kacsazsírnak. De ez csak egy olyan kis fölvetés. De ez akkor is érdekes lehet, hogyha egy családi rendezvény van, és tudjuk, hogy hosszú ideig fognak ücsörögni az egyes fogások között az emberek. Tehát ez nem rontja a minőségét, csak éppen a látvány lesz sokkal tovább szép. Igen, az ízét se rontja egyébként. Nem. Bár én nem emlékszem nálunk olyan családi rendezvényre, ahol húzamosabb ideig tartózkodott volna a kacsamáj az asztalon. Az lehet, hogy a kacsazsír még az ebéd végén is ott volt félretéve, de a májjal azonban hát mindig nagy siker van. Mit tegyünk a májhoz? Egy egészen icipici piros paprikával meghintetjük, csak hogy egy kis színt kapjon, tehát nem az íze miatt. Egészen apróra vágott újhagyma zöldjével is köríthetjük, vagy ilyen-olyan módon díszítgethetjük, de a lényeg az a máj. Valami pirítós. Igen, feltétlen. Az egyik lehet a kacsazsírban sült pirítós, amelyet különféle zöldségekkel, mint feltéttel szolgálunk fel. Ez erősen hasonlít
olaszoknál van ez a paradicsomos kenyér, tehát pirítósra paradicsomot kennek, és arra mindenféle zöldségeket halmoznak föl. Nagyon kellemes, jó ízű, nem is bonyolult elkészíteni. Előre is elkészíthető, tehát nem a vendégségtől vonja el a házi asszonyt, vagy a házi férfit. A következő az a töltött libanyak. Ez persze lehet töltött kacsanyak is. Ezt úgy készítjük, hogy csak hát ugye a hagyomány szerint libából. Meg a kacsanyak az milyen kis keskeny, hát az kisebb. Átmérőjű. Ezt csak akkor tudjuk persze megcsinálni, ha egész libát vagy egész kacsát veszünk, mert a feldolgozott libanyak, vagy hát a libából és kacsából ugye levágják a nyaknak jó részét, és nincsen rajta, amiből a töltött libanyag kér, ez a bőr. Ez a bőr, óvatosan lefejtjük, ezt úgy kell csinálni, hogy a csontos libanyag mellett az ujjunkat bedugdossuk, és elválasztjuk a bőrt a csontos nyakrésztől. Ezt követően elkészítjük a tölteléket, hogy mi legyen a töltelékben. Bármi igazából zöldség alapanyag, és egy egész kevés hús is lehet. Ez a hús nem kell feltétlenül, hogy liba vagy kacsahús legyen, darált marhahúsból ugyanilyen finoman elkészíthető. A darált hús, tehát összekeverjük a különféle zöldségekkel, tetszés szerint zöldfűszerezzük, sózzuk, borsozzuk, és visszatöltjük a nyak bőrbe. Hát, hogyha jó nagy ez a libanyag, akkor persze be is kell varni az egyik végét minimum, de inkább mind a két végét, hogy ne jöjjön ki belőle a töltelék, és egészen lassan megpirítjuk egy serpenyőbe a libanyakat vagy a kacsanyakat. Ezt követően hagyjuk hűlni, és kihűlt állapotba szeleteljük fel, mert ha meleg, akkor nagyon könnyen nyúlik, nem tudjuk szépen vágni, nem szép a vágási felülete, hogy a szaknyelven mondják, márpedig ez ennél fontos. Egy egészen kevés friss kenyérrel tálalhatjuk, szervírozhatjuk a barátaink vagy a családunk számára. Végezetére hagytam egyet, amit nem nagyon akarok most részletezni, mert a pástétomokról külön műsort fogunk csinálni, csak ne felejtsék el a kedves hallgatóink, hogy a kacsamell pástétom, az fantasztikus finom. Megettük az előételeket is, most akkor forduljunk a levesek felé. Ugye nálunk a munkamegosztás az általában úgy zajlik, hogy a levesek egy részét én készítem. És miután elég sok dolgod van a kacsaliba főzésnél, sütésnél, amihez én nem értek eléggé, ezért most a leveseket is én fogom elmondani a kedves hallgatóknak. Mindig főzzünk levest is, ha kacsát vagy libát főzünk. Úgyse használjuk föl a lábát, a szárnyát, a legfeljebb a szárnyat, a combját. Esetek nagy részében, hogyha egybe sütjük, akkor persze a hátát azt felhasználjuk, de hogyha darabolva sütjük bármelyiket, akkor a hátát is nyugodtan vágjuk le, és akkor ebből az húsokból készítsünk levest. Ez az most aprólék, ugye úgy nevezik aprólék, kacsaliba aprólék. Kacsaliba aprólék. Hogyha esetleg mind a két állatunk van, vagy veszünk hozzá valamelyikből még, az se baj, ha vegyesen vannak, az nem rontják el egymás ízét. Legfeljebb nem lesz annyira karakteresen liba vagy kacsa íze, hanem vegyes lesz, de úgy is jó. De én külön szoktam főzni, mert mi általában kacsát teszünk, a liba kicsit zsíros, a kacsa meg nem nagy. Meg nagyon nagy, igen. Most, hogy már zömében ketten vagyunk, ezért ez nagyon sok lenne. Tehát hideg vízbe tesszük föl főni, ugyanúgy, mint minden szárnyas levest. Kell bele egy
vörös hagyma, én egészbe szoktam benne hagyni, hiszen az íze úgy is kifő, és sokkal egyszerűbb vele márni, hogyha mikor ki akarjuk venni, hogy leszűrjük a levest. És rengeteg zöldséget szoktam beletenni, hogyha ezt a levest csak magunknak főzzük, mert hogy nagyon-nagyon jó íze van a zöldségnek a kacsa aprólékkal együtt, nagyon tartalmas, és ha kedved van, akkor az aprólékból még csinálsz magadnak egy vadasmártást is, hiszen azt a sült liba mellel, vagy kacsa mellel például nyugodtan meg lehet enni, nem kell ragaszkodni, hogy marhahúst ura tegye rá valaki, vagy ha még van türelme marhahúst is csinálni, akkor lelke rajta. Ez az egyik variáció, ez a sok zöldséggel a leves. A másik variáció, hogyha szinte alig teszünk bele zöldséget, és akkor inkább hasonlít jobban egy ilyen hagyományos húsleveshez. Nálunk ez kevésbé divat most, valahogy mind a ketten a nagyon tartalmas levesekre álltunk át, úgy, hogy aztán utána már nem eszünk akkora főételt, vagy csak a levesben főtt húsokat esszük ki belőle. Amit még tudok ajánlani, hogyha szerencséjük van, és úgy vették a kacsát vagy a libát, hogy visszateszik áruházban vagy a húsosnál a belsőségeket, tehát a zuzáját, a máját, a szívét, akkor nyugodtan vegyék ki, ugye ez általában egy nejlonzacskóba szokták visszatölteni a halsüregbe, vegyék ki belőle, hát a máját az süssék meg, mert az azért túlzás lenne levesbe, csak legfeljebb, ha nagyon picike, de az uzáját és a szívét mindenképpen főzzék bele, isteni jó ízt ad neki, és hogyha ez egy olyan leves, amiben beletették a hátát is, akkor az még különösen jó, hogy abban viszont benne van a háthoz padó belsőségek, tehát a tüdő és a vese, tehát ezek nagyon jók, és nagyon-nagyon jó ízt adnak a levesnek. Na most ez azért egy kicsit szöszös leves lesz, tehát hogyha kevés zöldséggel főzik, tehát egy olyan tiszta levest akarnak kapni, akkor mindenképpen le kell szűrni, vagy egy nagyon sűrű szitán, vagy akár egy tisztára mosott konyharuhán, vagy pelenkán keresztül, mert ezt a szözt, ezt nem mindenki szereti annyira, bár meg kell, hogy mondjam, hogy az íze még jobb úgy, hogyha benne hagyjuk, de hát ez igen, ez elhatározás kérdése, ugye azért egy elegánsabb ebédnél, vagy egy karácsonyi vacsoránál, vagy bárhol, ott azért leszoktuk szűrni, hogy nagyon szép is legyen. Fogyasztani is többféleképpen lehet, ugye ezeket a leveseket, akár úgy, hogy simán leszűrjük, és külön mellé tesszük, ami benne főtt, és mindenki annyit tesz a tányérjára, amennyit akar, vagy pedig a levet csészében tálaljuk. És akkor van egy dolog, amit én nem tudok készíteni, úgyhogy téged kérlek meg, hogy a liba levesbe való. Mondjuk azt, hogy levesbetétek. A legegyszerűbb, hogyha lúdgégét vásárolunk. Na, azt én is tudok venni, de én nem erre gondoltam. Tehát végül is bármilyen tésztát is főzhetünk bele, azonban a macezgombóc elkészítése, az nem mondom, hogy külön tudomány, de mindenképpen tanulmányozást érdemel előzetesen. Az interneten rengetegféle macezgombóc készítési eljárást találhatnak. Én talán a legegyszerűbbet mondom, vegyünk kész macezt. A macezt lapot azt hiszem, hogy legalábbis az emberek többsége ismeri, de ha nem, bemegy az üzletbe, és talál a bevásárló központban hosszas üldözés után egy polcfeltöltőt, az meg tudja mondani, hogy van-e macesz vagy nincs. Hogyha hazavittük, akkor összetörjük egészen apróra. Egy kis valamilyen folyadékot töltünk hozzá, ez lehet akár víz, akár tej, teszünk hozzá egy levest, és hagyjuk, hogy szépen megduzzadjon.
Amikor ezzel készen vagyunk, akkor egy melegvizes kanállal gombócokat szaggatunk ki, ezt kézzel egy kicsit megformáljuk, és én nagyon fontosnak tartom, hogy ne a kész levesbe főzzük bele, hanem egy külön fazékba vizet forralunk. Tudnélék, egyrészt rengeteg folyadékot felszív a macezgombót, másrészt ettől újabb szöszök keletkeznek, amit az előbb éppen Katalin mondta, hogy nem mindenki szereti, hogyha szöszös a leves, tehát egy kissé zavarossá teszi, ha a levesbe főzzük a macezgombócot. Azért annyi szabadságot adjunk hozzá, hogy a vízben befőzzünk, abban azért egy merőkanálnyi levest a saját levesünkből beletehetünk. Hát különben egy kicsit ízetlen lesz. Igen, de aztán ugye úgyis rászedjük a forró levest a macetgombócra. De egyébként ez fontos, hogy valami íze legyen annak a főzővíznek, akár a saját levesünkből, de beledobhatunk egy leveskockát is, és már is ugye nem ízetlen vízbe fogjuk főzni. Magába a gombócba sót szoktál tenni? Igen, én egy kicsit teszek bele, mert nehéz utána a gombócot megsózni a levestől. De hát ez sokfajta családi ízlés van. Például zöldfűszereket is lehet benne te beletenni. A macesz imádja a petrezselymet, de bármilyen más zöldfűszert lehet. Sőt, egyesek egy kis fehér borssal is élesítik a macesz gombóc ízét. Na most akkor térjünk a lényegre, mert eddig mindenfélével fölcsigáztuk az emberek érdeklődését a kacsa és a liba iránt, de hát azért a legfontosabb része és a legfontosabb fogás ugye a sültek elkészítése. Van különbség a kacsa és a liba sütése között? A szónak abban az értelmében nincsen, hogy mindegyiket saját zsírjába érdemes sütni, mégpedig úgy, hogy amit a szakács nyelven ma lassú sütésnek neveznek, és teljesen lepje el a zsír a húsokat. Nem lesz itt nagyon zsíros a hús? Mekkora? Az az érdekesség, hogy minél inkább megsütjük a kacsa és liba húst saját zsírjába, annál szárazabb lesz a hús. Ezt a gyakorlat tanítja, tehát bárki hívjon föl telefonon, hogyha ez az állítás ez nem igaz. Még tovább is lehet egyébként szárítani utóbb a húst, mégpedig úgy, hogy egy forró serpenyőben egészen lassan pirítjuk a bőrével lefelé téve az egyébként elkészült kacsa és liba húst. Tehát egy döntési pont, hogy az aprólékokat már felhasználtuk-e leveshez, vagy ugye az előző adásunkban volt, hogy liba risottót készítettünk, vagy ahogy mi nevezzük, liba, nem tudom, nem risottónak hívjuk, az az olasz neve, a magyar neve, hát ezt most elfelejtettem, majd meghallgatom a múltkori adásunkat, és abban benne van, hogy hogy nevezzük. Ha egészbe sütjük, akkor mindenképpen tegyünk be a kacsa-liba hasüregébe egy nagy hagymát egészbe, és egy nagy almát. Ezzel süssük meg, amikor készen van, ebből tudunk bármilyen mártást is készíteni, vagy akár a sült almát, vagy a megfőtt almát körítésként tenni, esetleg krumpli vagy más körítések közé. A hagymát, a főtt hagymát elég kevesen szeretik, de akik szeretik, azok igen jó, nagy lelkesedéssel fogyasztják. Baráti körünkben van kettő fő is, aki utazik a főtt hagymára, ezért mindig megversenyeztetem őket, hogy kikapja a hagymát. A libasültnek, kacsasültnek
a körítéseit részben már említettem, egyrészt a belesült zöldségeket is lehet tenni, de a krumplipörét imádják a kacsasültek, libasültek, de emellé lehet akár lencsét tenni, vagy bármilyen más hüvelyest, ez is nagyon jól passzolhat hozzá. Arra ügyeljünk, hogy a köret semmiképpen ne legyen zsíros, vagy ha mégis muszáj például valamit a krumplipürébe tenni, akkor feltétlenül kacsa vagy libazsírral tegyük ezt, mert ez a legjobb ízt adja a krumplinak. Egy érdekesség, hogyha marad a krumplipüréből, amiben van egy kis zsír is, akkor nehogy kidobjuk, vagy keresgéljünk, hogy mit csináljuk vele, hanem szépen rakjuk be egy műanyag dobozkába, írjuk rá, hogy krumplipüré, és tegyük be a mélyhűtőbe. Ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, aki nem szeret nagyon krumplit pucolni, hogy egy jó adag krumpli megpucolásával és elkészítésével krumplipürének hónapokra meg tudja oldani, ha szépen szétadagolja, és úgy hűti le a krumplipüré igényét. Én nem tudom megkülönböztetni, hogy melyik volt, mert egyszer ezt is kipróbáltuk, hogy frissen is csináltuk, meg föl is engedtük, átforraltuk a mélyhűtött krumplifürét, és nem tudtuk megmondani, hogy melyik annyira nem változik meg az íze és az állaga. Még a kacsalibasült díszítéséről is néhány szót szóljunk, mert ez ugye általában ünnepi ételnek számít. Szokás, hogy alufóliából kis hengereket csinálnak, ezt ráhúzzák a libacombra, kacsacombra, már a hüvelyes csontra. Kilógó csontjára, és ezzel nem csak díszítjük, hanem a fogyasztását is megkönnyítjük, mert igaz, hogy persze leginkább késsel villával eszünk, de azt senki nem tudja megtiltani egy ünnepi alkalomkor, hogy kézbe fogjuk a liba alsó combjának a csontját, és azt rákcsáljuk meg. Egy ilyen bőséges ebéd vagy vacsora után, mert azért ez elég komoly, és nem kell gyorsan enni, ugye ez szép lassan, fokozatosan, hiszen majdnem minden fogással tulajdonképpen jól tudnánk lakni. Tehát mindig legyen egy kis szünet, idő arra, hogy beszélgessünk, hogy akár igyunk közben egy kávét, vagy valami szörpöt, vagy limonádét, vagy bort, kinek mihez van kedve. Ugye Mártonnapkor az új bornak is igen jelentős szerepe van, de azért a legvégére készüljünk valamilyen süteménnyel, vagy salátával, vagy bármivel, és miután ilyenkor már elég rendesen és elég jó minőségben jön a déli gyümölcs az áruházakba és a piacokra, ezért mindenkinek azt ajánlom, hogy déli gyümölcs salátával fejezzék be ezt. Ez azért sokat segít az emésztésen is, ugye egy ilyen savanyú saláta nagyon jót tesz a gyomornak ennyi hús után. Mindenképpen szórják meg fahéjjal egy kicsit a tetejét, persze ne nagyon, mert a fahéj be tudja csapni az embereket, és kicsit keserű lesz, ha túl sok van. Tehát egy kicsit szórják meg, és akkor nagyon sokat tettek az egészségükért, nem csak a jó érzésükkel és a jó étvágyukért tettek. Egy ilyen narancssalátához, vagy vegyes déli gyümölcssalátához mindenképpen egy kis szépség, vagy látványjavítót is tudok ajánlani. Most van az első szezonja a gránátalmának. Ha egy esti film, vagy tévénézéskor, vagy családi beszélgetések keretében meghámozunk egy gránátalmát, és van türelmünk az apró magokat egyesével kiforgatni, akkor nagyon finom, rendkívül jó ízű, és rendkívül látványos kiegészítőt tudunk adni, ha megpöttyözzük a déli gyümölcssalátánkat gránátalma magokkal. Esetleg, hogyha még fokozni akarjuk ezt a gyümölcssalátát, déli gyümölcsből készült salátát,
akkor valamilyen igazi 100%-os narancslét is ráönthetünk, és akkor az is meg van oldva, hogy valami jó ízűt igyanak a gyerekek is, meg azok, akik nem isznak alkoholt, akik meg nem vetik meg az alkoholt, de persze vigyáznak a mennyiséggel, azoknak ajánlom, hogy kóstolják meg az új bort, sőt van, ahol mustot is lehet kapni, az is nagyon finom. Jövő héten ilyenkor, ugye pont Márton napján lesz a következő műsorunk, úgyhogy azért gondoltuk, hogy ezt most kitárgyaljuk, mert hát aznap már nem lesz olyan könnyű bevásárolni és meg is csinálni ennyi mindent, de esetleg visszahallgathatják a műsort hétközben a Rádió Bécs honlapján, a műsor szerkesztők szerint van egy lista, hogy ki mi, főleg nagyon sokat segít, hogy aki ismer minket, az képről is megtalál, és ott vannak az elkészült és adásba került műsorok, ott bármikor vissza lehet hallgatni, hogyha valami megragadta a figyelmüket, de nem írták föl, akkor nyugodtan menjenek, hallgassák meg, vagy ha csak még egyszer akarnak minket arról a témáról éppen, ami érdekli önöket hallgatni. Jövő pénteken 12-kor várjuk önöket, akkor egy új műsorral, új témákkal és új ötletekkel. Köszönjük szépen a figyelmüket, Tóth Zoltánt és Kis Katalint hallották.